van ennek már hagyománya, hiszen itt azért 2004, 2006, 2011, szóval a Budaörsi Asztali Tenisz Klub nem először kap ilyen díjat, de kezdjük azzal, hogy te miért kaptad? A laudációban mi hangzott el? Igen, hát leginkább a Tokiói olimpia, tehát ahogy kijutottunk, és hogy tulajdonképpen mi sporttörténelmet írtunk azzal, hogy a női csapat először ki tudott jutni Tokióba, az olimpiára, és igazából ez lett leginkább kiemelve, és hát ugye ez budaörsi színekben képviseltem a várost Tokióban, és nem mellesleg ugye az Európa kupában, Europe Cup-ban elkövetett eredményeink, vagy eredményeimért, és hogy Madarász Dórival meg tudtuk nyerni tavaly a magyar bajnokságot párosban, úgyhogy sok-sok eredmény mellett ez a három lett kiemelve. Számodra így az asztalitenisz mit jelent, még mindig csillog a szemed, amikor erről beszélsz? Hát nem véletlenül, mert nem tudom, hogy mikor szeretném abba hagyni, de egyszerűen imádom, és ez az életem, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ez még sokáig fog menni, és hát szerintem semmit nem lehet szeretet szerelem nélkül csinálni, bármilyen munkát végzel, úgyhogy én amíg csak tudom, ezt csinálom, és még a mindent jelenti nekem. Így például ugye extra liga meccsen, ha a legutóbbi Kanizsa elleni összecsapásra gondolok, amikor neked kellett nagyon komoly hátrányból fordítani, és ezek szerint ez ugyanúgy jól esik, és milyen ez a mostani budaörsi csapat? Nagyon jó csapatunk van, nagyon kellemes a hangulat. Póta Georginával mi már voltunk egy csapatban a statisztikában nagyon-nagyon sok évet, úgyhogy ismerjük jól egymást, Dari Helgával pedig szintén, hiszen egész kicsikora óta ismerem. A külföldi játékosunk, Anetta Maxutit kevésbé, ő először van nálunk ebben a szezonban, de őt is jól ismertük már azért előtte. Nagyon jó a hangulat, és nagyon tudunk egymásért hajtani, és hát ez a nagy Kanizsa elleni meccsünkön is megmutatkozott. Még két kérdés a végére a díjról, hogy ezt hova helyezed egyáltalán, mennyire rangsorolod a díjakat, hát azt nem kiérdemli az ember, hanem sokszor kapja, tehát nem biztos, hogy akkor kapja, amikor a legjobban számít rá. Te hogy vagy ezzel? Igen, nem számítottam rá, nagyon nagy meglepetésként ért engem, amikor kaptam egy e-mailt, ugyanis Somjó Gergely Szvitán Krisztina pályázta meg nekem, ugye erre pályázni lehet erre a díjra, és írtak rólam pár szép dolgot az eredményekről, és nagyon meglepődtem, amikor megkaptam, és azt hiszem, hogy ennek az időszaknak, ami az utóbbi időben volt, főleg ezekben a nehéz időkben, ami most van itt a Covid helyzetben. Én azt gondolom, hogy az is fantasztikus volt, hogy az olimpia meg tudott rendeződni. Az is nagyon jó dolog, hogy akár magyar bajnokságot tudtunk nyerni a Dórival párosban, és a többi Europe Cup, bajnokok ligája, bármilyen mérkőzésünk, vagy az itthoni extraliga egyáltalán tud menni, és én azt gondolom, hogy ez a díj, ez egy ilyen megkoronázása ennek az egésznek, és nagyon örülök neki, hogy létre tudott jönni maga a díjátadó is, és hogy ez a sok jó eredmény létre tudott jönni, megszületett, és most nagyon magasra teszem ezt a díjat a szívemben is, és a polcon is mindenképp olyan helyen lesz, hogy jól láthassam minden nap. És kaptál meg egy órát is? Igen, egy nagyon szép karóra is jár ezzel, úgyhogy gyönyörű szép fehér bőrszíja van, úgyhogy fantasztikusan néz ki, úgyhogy nagyon örülök neki a díjak mellett.